Na, mutassad engem. Na, szóval megmutatom, te vagy a pék. Megmutatom, hogy hogy kell megformázni a hosszúkás normális kenyeret, vagy hogy hívják, nem is tudom ezt a fajtát. Na, gyere, mutasd itt a kenyeret. Szóval így van a tészta, és ki kell lapítani, és akkor két sarkát be kell hajtani, és akkor mindig így középre, és hát lehetőleg, hát most nem a legjobb, de minél feszesebbre kell húzni, így, föltekerni. Anyu, ne csinálj közben. Hát kifut a krumpli. Ja. Hát nézd meg. És akkor így tulajdonképpen ennyi a történet. Így. Kicsit megformázzuk. Sokan kiszokták szúrni ezeket a buborékokat, de én szeretem, hogy olyan. Ja, így néz ki. Nem szórtam meg észtel a kapsit. Szórom. Megisztezzük, mert különben odaragad, lehet, hogy még így is. De. Szórjuk, így, és akkor oda tesszük. Jaj, nem biztos, hogy tökéletes lett, de. Hagyjuk kelni, megformázom a másikat is. Gyere! Várja, hogy kavarja meg a krumplit. Jaj, de jó! Hát, elfelejtettem pont ránézni. Jaj, a krumplit is letöröm. Na, átrakom ide a mázó helyre. Így. És akkor óvatosan, ez már jó megkelt ez a tészta, látszik, hogy szép buborékos, szépen így kilapítjuk, megnyomkodjuk. Így én egy kicsit beszoktam olajozni a kezemet előtte, mert azért ragacsos. Ahogy az picit tisztes, így, és akkor behajtjuk, látni, így behajtjuk, és mindig oda. Azt hiszem, hogy be is kell nyomkodni, minél feszesebbre kell húzni a tésztát, az a lényege neki, ha minden igaz. Én sem vagyok nagy profi benne, de egyszer-kétszer már csináltam. Jaj, így, hoppá. Olyan, mintha beiglit csinálná, üresen. Hát, olyasmi, igen. Olyasmi, de jó. Kicsit ragad, kell egy kis víz is. Kicsit ragacsos. Aztán nem muszáj ilyen hosszúra csinálni, lehet így is, lehet úgy is, kinek hogy szimpatikus. Belisztezem az alját. És ennek még kelni kell? Ennek még kelni kell ilyenkor, igen. Na, most már egész jó. Jó, lágy tésztát csináltam. Ebből lesz a lágy kenyér. Azaz. Vagy pedig embert lehet vele ölni. Ne, ez most már jó lesz. Ez már, most már elég jól szokott sikerülni, úgyhogy remélhetőleg nem, meg jól is néz ki. Jó, így. Hát ennek most még kellnie kell. A másik már kell. Sományam lett a vége mindennek. Vagy az kicsit... Tegye már erőt, vagy mi? Sem tudom. Hát majd... Még arra van hely. Ja. Így is megadni fog. Így, és akkor én beszoktam tenni a sütőbe. Na, a gyermelük percbe kell mennem. Jó, melegre. Igen. Ilyen tűzhelyen lehet állítani. Itt 32 fok van. Így, és akkor én kelesszük. Ennyi. Na jó, le is állítom.